A megszorítások értelmében az éttermeknek csak elvitelre és házhoz szállításával lehetősége, helyi fogyasztásra nincs. Mivel jelenleg ezek szolgálnak bevételi forrásként a melegkonyhás vendéglátó egységeknek, ezért fontos, hogy lehetőségeink szerint támogassuk őket, mondta el Veres Kovács Tibor, a Terítéken Dunajváros Facebook csoport egyik alapítója. Nekünk van egy Facebook csoportunk a Terítéken Dunajváros és környéke, ahol már több mint 5000 tagunk van, nagyon lelkes és aktív közösségről beszélünk. Mi itt tettünk közzé egy felhívást, mi csináltunk egy weboldalt, ez a terítékújváros.hu, ahol összegyűjtjük minden nap a... Dunajváros és környékén levő éttermeknek a napi menüjét. A weboldal és a Facebook csoport lényege és célja, hogy segítse a Dunajvárosi vendéglátóipart ebben a nehéz helyzetben. A kezdeményezést azért indítottuk el, hogy minél szélesebb körben hírt adjunk annak, hogy a vendéglátás nagyon nehéz helyzetben van a vírus helyzet miatt. Mi próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy ahol lehet, támogassuk a, a helyi éttermeket, azzal, hogy minél inkább ö, próbáljuk a mindennapjaikat megkönnyíteni, adott esetben minél több rendeléssel, ö, hiszen a mindennapjaikért küzdenek. Hozzátette, a városunkban üzemelő éttermek nagy része sok évtizedes múltra tekint vissza, így az ő megóvásuk és megsegítésük kulturálisokból is fontos.